Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt a felkérést kaptam, hogy a Horthy Korszak mérlege című könyvem kapcsán 45 percben vagy 60-ban beszéljek arról, hogy milyen mozgásterek és kényszerpályák voltak azok, amelyek a modern Magyarország ezt a 20 éves történelmét behatárolták, illetve hogy mi az a folyamat, ami azokhoz a szörnyű következményekhez vezet, amit holokausztnak hívunk. Mozgástér és kényszerpálya, ezek kulcsfogalmak, szerintem nagyon jól lehet használni őket. Különösen a magyar történelemben, hiszen kis ország vagyunk, szokták mondani, bennünket meghatároz a nagyhatalmi törekvések, és hát az önállóságunk éppen ezért rendkívül csekély. Itt hívom már a figyelmet, hogyha valaki történelmi kérdésekről többes szám első szemébe beszél, az már mindig gyanús, mert hogy a holokauszt története az nem az én történetem. A magyar szabadságharc története nem az én történetem. Nem én voltam ott. Nem én vagyok érte felelős. Én egy dologért lehetek felelős, ha valamiért, hogy az emlékezet, amit én ennek kapcsán gyakorlok, az korrekt. Sajnos ez Magyarországon összecsúszik, tehát rendszeresen komoly emberek szájából is hallani lehet azt, amikor mi a Donkanyarban vereséget szenvedtünk, vagy hasonló kifejezések hangzanak el, ilyenkor nyúljon ki az önök fejébe a piros lámpa, hogy itt egy súlyos tévedés van, mert nem mi voltunk ott. De az emlékezés felelőssége az tényleg a miénk. Tehát visszatérve arra, hogy mozgástér és kényszerpálya, Magyarország csak ugyan nagyhatalmak árnyékába élte és éli és fogja élni életét, ennek ellenére a magyar politikának igen komoly mozgásterei vannak, és ezt szeretném ebben az előadásban is valamennyire felvillantani, hogy a politikusok mikor, hogyan éltek, vagy nem éltek ezekkel a mozgásterekkel. De előtte valamit magáról a Horthy korszak elejéről mondanék, illetve arról, hogy a magyar antiszemitizmus az én nézetem szerint, mivel önök vitatkozhatnak, sőt kérem is, hogy vitatkozzanak majd. Mi az, ami ennek az egész antiszemitizmusnak az igazi dinamikáját adja? És azt gondolom, hogy ez nem az 1919-es tanácsköztársaság, hanem az a típusú helyzet, amit Bibó István, a talán legnagyobb 20. századi magyar közíró, szerencsétlen típusú társadalmi találkozásoknak nevezett. Zsidók és nem zsidók kapcsán egy nagyívű tanulmányban fejtette ki nézeteit, ez a zsidó kérdés Magyarországon, bizonyára van, aki, sőt többen is itt olvasták az idősebbek közül. Ő arról próbált elmélkedni, hogy az antiszemitizmus nem csupán egy irracionális jelenség, amely nem magyarázható, és kvázi egy betegségképpen elkap valakiket, másokat meg nem, illetve az antiszemitizmus nem pusztán az embereknek egy projekciója a zsidók felé, hanem az antiszemitizmus mögött vannak bizonyos reális társadalmi tapasztalatok, illetve reális társadalmi helyzetek, amelyek torzulnak. Mindez Bibó annak kapcsán azzal is magyarázza, hogy a kapitalista átalakulás során a zsidó és a nem zsidó társadalmi tapasztalat és élmény az viszonylag eltérő volt. Egyébként, hogy mennyire eltérő lehet a zsidó és nem zsidó társadalmi tapasztalat, azt egy egészen messze menő példával tudom igazolni. 1686-ban az ország, amennyiben tudott róla, hogy mi történt Budán, ezt úgy ünnepelte, mint Budavár felszabadítását. Nem mindenkinek volt ez felszabadulás, ugyanis hát Budavárában voltak történetesen olyanok is, akiket nem felszabadítottak, hanem a keresztény hadak konkrétan legyilkoltak. És erről van is egyébként egy irodalmi értékű beszámolónk, Schulhoff Izsáknak a feljegyzései. Ő biztos nem felszabadítóként élte át azt, amikor a szüleit a szeme láttára megölik, és hogy mennyire lehetett ezt előre tudni, ezt az is bizonyítja, hogy a keresztény hadakkal már akkor is jött egy ilyen elő Wallenberg, egy Tausz nevű prágai zsidó, elég sok pénzzel ellátva, és tudta, hogy itten pogrom lesz majd, és akit tudott, megvásárolt rabszolgának, aztán persze szabadon engedett. Miért történt mindez? 1686 természetesen a keresztény hadak között volt egy
úgymond keresztény antijudaizmus, de ez önmagában nem lett volna elég arra, hogy a zsidósággal szemben a katonák pogromot indítsanak. Volt egy másik körülmény is, ami legalább ennyire fontos, nevezetesen az, hogy a török korban a török uralom alatt a zsidóságnak nagyon sok mindent nem volt szabad csinálnia, egy dolgot viszont a török hatóságok kifejezetten hát szinte támogattak is, nevezetesen az, hogy a fogoly kereskedelem és a váltságdíj ügyeket azt a budai zsidó lakosság reprezentánsai bonyolították le. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy keresztény és egy zsidó társadalmi találkozás a koraújkorban, 1600-as években leggyakorabban úgy történt, hogy valamilyen keresztény fogoly, aki a váltságdíjat gyűjtötte össze, ezt a zsidó közvetítőn kellett, hogy megtegye. El tudják képzelni, hogy ez a keresztény oldalnak nem volt föltétlenül egy pozitív társadalmi tapasztalata. Nyilván, ha a török uralom a zsidóságot hagyta volna ugyanúgy szabadon érvényesülni minden pályán, mint ahogy nem hagyta, és a fogolykereskedelemmel mondjuk döntően nem zsidók foglalkoztak volna, akkor az a típusú előítélet, ami így rárakódott a budai zsidóságra, nem létezett volna. Magyarország talán legszebb korszaka sok szempontból úgymond az a Gründerzeit 1867 a kiegyezés és 1914 között Budapest mai arculata ennek a néhány évtizednek köszönheti létrejöttét. Ezt egy ilyen aranyidőnek tartjuk. Ha azonban azt nézzük meg, hogy a magyar társadalom hogy élte át ezt a korszakot, akkor egy érdekes, soha le nem írt társadalmi szerződésre bukkanunk. Ez a soha le nem írt társadalmi szerződés nagyjából úgy hangzott zsidóság és a befogadó társadalom között, hogy úgymond ti, azaz zsidók, érvényesülhettek teljesen szabadon a szabad értelmiségi pályákon, cserébe az állami hivatali állásokat, azokat mi, úgymond, keresztények, töltjük majd be. Hogy is mondjam, persze itt is csak ironikusan használom a többes szám első szemét, mielőtt bárki rosszra gondol. A lényeg az, hogy ennek következtében egyrészt a magyarországi zsidóság egy hihetetlenül gyors asszimilációs procedúrán esett át, de ez az asszimiláció nem jelentette azt, hogy ők egyúttal integrálódtak is volna teljes mértékben, ugyan zsidók és nem zsidók meglehetősen elkülönültek. Egyrészt nagyon kevés volt a vegyes házasság, másrészt pedig a társadalmi szerepek, azok meglehetősen zártak maradtak. Tehát tipikus társadalmi szerepek voltak mondjuk az, hogy valaki katonatiszt lesz, és ez tipikusan nem zsidó társadalmi szerep volt, ha valaki hivatásos tisztnek ment, és ezen azt se változtat, hogy báró hazai Samu személyében volt egyébként az országnak egy zsidó vallású honvédelmi minisztere is. Ezzel szemben mondjuk az ügyvédi, orvosi és mérnöki pályákon, ahol ugye az ügyvédek, orvosok és mérnökök alapvetően abból éltek, hogy nem az állam tartotta el őket, hanem magánvevőktől kaptak megbízásokat. A magyar zsidóság az országos arányainak mintegy tízszeresével szerepelt. Tehát tízszer akkora valószínűsége volt annak, mondjuk, hogy egy magyar személy, hogyha egy ügyvéddel találkozik, akkor az zsidóként legyen neki beazonosítható. Még mit tudom én, hogyha nem ügyvéddel találkozott volna, hanem egy kefekötő kisiparossal, akkor ennek a valószínűsége hát korán sem ekkora. Mindez addig, amíg ez a Gründerzeit jól működött, és a kapitalizmus nem okozott nagyon súlyos feszültségeket és társadalmi zavarokat, nem tűnt fel, de már az első világháború előtt is egyre inkább nyilvánvalóvá vált egyrészt, hogy a modernitás, mint olyan, az egy félelmetes dolog. A modernitásnak nem csak előnyei vannak, nem csak az az előnye, hogy megépül Budapest és lesz mondjuk föld alatti, és hogy a város 10 évente megduplázódik, hanem az elidegenedés, mindenféle olyan társadalmi jelenség, ami korábban ismeretlen volt, ezek megjelennek, és alapvető szorongást okoznak nagyon sok ember számára. A modernitás hordozói pedig Magyarországon felülreprezentáltan a zsidóként beazonosítható személyek körül kerülnek ki, pont emiatt a társadalmi szerződés miatt is, aminek egy egészen humoros mellékága van. Abban a korban, ha valaki, egy keresztény ember mégis orvos kívánt lenni, akkor leginkább állatorvosnak ment, és pedig azért, mert az állatorvosi állások azok kizárólag hatósági állások voltak, és így nem volt kényszerítve arra az illető, hogy vállalkozóként éljen. A
A pénz ugyanis piszkos dolog, egy úriember nem fogad el pénzt, egy magyar úr éppen ezért az úgy ment el mulatni, hogy előtte a papírpénzt az inasával kivasalta, hogy még csak véletlenül se tűnjön gyűrötnek, tehát a pénz, amit kiad, az úgymond ropogós bankó legyen, mert ez egy tisztátalan dolog a pénzzel való foglalkozás. Ez az attitűd mára azért megváltozott. Tehát itt ilyen szempontból van fejlődés, de ez a 19. század végén még nem egészen így volt. Most el lehet képzelni, hogy egy állatorvosnak mondjuk a jövedelmi lehetőségei egy magánorvoshoz képest azért jóval csekélyebbek, és a kapitalizmus során, amikor egy orvosi praxis egyre inkább bizonyítottan arra volt jó, hogy tényleg rendesen meg lehessen élni belőle, hamar kiderült az, hogy hát itt ez a társadalmi szerződés, ez új alapokra kell, hogy kerüljön. Állami állásokba, amint említettem, eleve nem nagyon jelentkeztek zsidók, illetve nem csak, hogy nem jelentkeztek, hanem nem is vették fel őket, és a tanácsköztársaság után aztán ez pedig egészen durván jelentkezett, és itt tapasztaljuk először azt a típusú, hogy is mondjam, szociálpolitikai megoldást, amit bürokratikus antiszemitizmusnak nevezhetek. A bürokratikus antiszemitizmus azt jelenti, hogy jogalap nélkül az állam, illetve különböző hivatalnokok tudatosan és szándékosan és szisztematikusan hátrányba részesítenek zsidó pályázókat nem zsidókkal szemben. Konkrétan, ha azt nézzük mondjuk, hogy a Budapest fővárosnak az alkalmazottai közül hány volt zsidó, és hány volt mondjuk a hasonló végzettségű szabadpályákon a zsidók száma, akkor azt látjuk, hogy például a bírók és ügyészek között a zsidók száma elérte az 1,5%-ot, miközben az ügyvédek, akik szintén ugyanazt a jogi egyetemet végezték el, ott meg elérte mondjuk az 50%-ot, és a teljes budapesti lakosságnak a 20%-a volt zsidó, akkor látjuk azt, hogy egy állami állásba bekerülni beazonosíthatóan zsidóként szinte lehetetlen volt. Még akkor is lehetetlen volt, vagy nagyon nehéz volt, ha az illető nagyon magas háborús kitüntetésekkel rendelkezett, és nagyon jó politikai kapcsolatai voltak. Tehát ez a bürokratikus antiszemitizmus, a zsidó pályázók folyamatos és tudatos hátrányba részesítése, az a jelenség, amikor egy politikai kurzus tudatosan és folyamatosan hátrányba részesít mondjuk egy másik oldalt, ez nem ismeretlen a magyar történelemben, és később is folyamatosan reprodukálja magát, tehát normál demokratikus viszonyok között is egy politikai párt nyilván koncokat osztogat azoknak, akik vele szimpatizálnak, és nem ad azoknak mondjuk állami megbízásokat, akiknek nem.